Ahogy fogynak a mérkőzések, úgy nő a nyomás a kisvárdai női kézilabdázókon. Az újoncként a biztos bennmaradás megcélzó együttes nagyszerű teljesítményének és 11 veretlenül megvívott mérkőzésnek köszönhetően már a második helyen állt a tabellán, amikor hazai pályán 29-28-as vereséget szenvedett a Szeged KKS-től. Legutóbb a másik szegedi csapat a sportiskolások ellen idegenben az utolsó 10 percben nyújtott játékának köszönhetően nyert 28-23-ra Rácz Sándor együttese. Kezdjük az elsővel, az egy herorisztikus mérkőzés volt. Nagyon jó meccs volt, külső szemlélőként azt hiszem, hogy mindenki élvezte, de rosszkor fújták le a meccset. Ennek a bal csapatnak a émelygésébe készültünk a másik Szeged meccsre, amely okozott már meglepetés nem is egyet a bajnokságban, például megverte ezt a tavaly még NB1-es Nagy Szegedet. 50 percig üldöztük ezt a csapatot, szó szerint hátulról utolérni nem tudtuk, frissebbek voltak, mi ólomlábakon jártunk, nem tudtunk faltot kierőszakolni rajtuk, és utána következett be ez az 50. perc, amikor 6-1-re megnyertük a hátsó hátralévő időszakot, és így alakult ki az 5 gólos győzelem. A tabella élén a 38 pontos egri Eszterházi KFSC áll, megelőzve a 35 pontos Kispestet és a 33 pontos Kisvárdát, amely szombaton a második helyezett csapatot fogadja. Jó erőkből áll, gyors kézilabdát játszanak, roppant kellemetlenek, amíg el nem fáradnak. Hát 3 gólos minusszal állunk a meccsnek, ha véletlenül 4-gyel megnyernénk, akkor ezt a csapatot úgymond azonos pontszám esetén mögöttünk tudnánk. A kisvárdai KC Kispest NKK mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban.